Köszöntöm a nézőket, Böjte Csaba, a Ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója volt egy est vendége a Gárdonyi Csukacsarnokban. Az est hívószavai a hit, a család, a béke és a szeretet voltak. A köztérben az egész előadást megtekintetik, meghallgathatják, tartsanak velünk! A medvebőrére, lehet, hogy belesülök a beszédbe, és akkor tiszta potyára tapsoltak maguk, nem? Várjuk ki a végét, hát ha megérdemlem, akkor megtapsolnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Jó Isten áldása legyen önökön és a munkájukon és a következő napokon. Ugye, hát ez nem titok, hogy választásra készül Magyarország, és ez egy nagyon fontos dolog. Ilyenkor mindig azt mondjuk, hogy menj és beszéld meg a lelkiismereteddel, hogy hova nyomd a pecsétet, igaz? Hát én ma este erről a lelkiismeretről szeretnék beszélni, kicsit járjuk körbe ezt a témát, mert azt gondolom, hogy eléggé elvont lelkiismeret. Mi is az? Olyan sokszor felboncolták az embert, nem került elő belőle még egy 5 centis, vagy mit tudja, 5 grammos kis lelkiismeret se. Van szívünk, májunk, vesénk, de mi az, hogy lelkiismeret? Mi alapján döntsünk? És az jó is lenne, hogyha kicsit úgy ezt a témát körbejárnánk, mert azt hiszem, hogy legtöbbször a problémák mindig abból fakadnak, hogy hát nem konzultálunk a lelkiismeretünkkel. Talán Putyin is a többet, vagy ott Ukrajnában is, meg a nagyfiúk az államoknál többet beszélnének a lelkiismerettel, kevesebb fegyver fogynom, nem? Na hát, hogy dönt egy keresztény ember, vagy egyáltalán, hogy szoktunk dönteni? Hát útmutatónak mindig kell egy mentor, meghívjuk Szent Józsefet, ugye, mert Szent József év volt nemrég, és hát ő azért jól döntött. Képzeljük magunk elé, hogy jön a fél hetes tevekaraván, rajta boldogságos szűzanya, József tipek-topog egy csokor virággal, várja az ő menyasszonyát, ott volt Erzsébetnél, Ein Karemben, nem tudom, megérkezik Mária, és gyereket vár. Hát eléggé, hogy mondjam, szegény Józsefnek hidegvizes, na, kiverhette a biztosíték. Egy férfiú büszkeségről itt beszéltünk az imént, hát hogy mondjam, nem eshetett jól neki. Hát ilyenkor egy férfi, hát nem tőle van a gyerek, a menyasszonyom. Hát hogy van ez, nem tudom miféle. Hát elöntheti a indulat, a harag, a gyűlölet, felboríthatja az asztalt. Hát sok minden befolyásolhatja az ő döntéseibe. Igen, ha megnézzük jól, mindannyiunkban ott vannak ezek az indulatok. Van, amikor szépen nyugodtak, de olyan hamar húzogassák a bajuszunkat, haragszunk, vagy félünk, vagy szorongunk, vagy itt éppen nagyon happy-k vagyunk. Tehát az érzelmi világunk az hullámzik. Mindenkibe ott van. És az az igazság, hogy sokan az érzelmük alapján döntenek. Szent Józsefről azt írja a Szentírás, hogy hát hazament. Mit gondolt magába? Elgondolkozott. Töprengett. És hoz egy másik szinten egy döntést, úgy gondolja, hogy titokba elbocsátja Erzsébetet. Na nézzünk erre példákat. Múltkor jött egy asszony 3 gyerekkel, hogy hát az ő férje nézzen meg a vállát, mutatta, fészi fokával megverte. Hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan az ő férje. Hát ilyenkor mit mondjon az ember? Hát ott van egy vendégszobas, cuccoljon be, majd csak lesz valahogy.
Na hát, ahányszor találkoztam ezzel az asszonyal, mindig szitta a férjét, mint a bokrot. Van férfi szolidaritás, és hát mit mondja ilyenkor az ember? Hát hüm-hüm, ez egy jó szöveg, ezt érdemes megtanulni. Elég gyakran használ, amikor nem tudom, mit mondjak, akkor mondom, hüm-hüm. Na, hát ilyen hümmög az ember, nem? Hát mit mondjak én mostan? Aztán eltelt vagy 3-4 hét, és megjött a férjem, kicsi kurta kalappal, nem tudom, és azt mondja, itt van-e az a büdös, mondott egy csúfot a feleségéről, mit most én nem idézek önöknek szó szerint. Hát mondom, itt van, de maga hogy beszél a feleségéről? Hát azt mondja, hogy beszéljen? Hát mondom, az itt mos, főz, takarít, hát a magának nem kell, én megtartom. Nézett nagyon furcsán rám. Hát mondom, nézze, jó ember, hogyha én bemennék magához az udvarra, és elhajtanák onnan egy kecskét, mit csinálna? Leszúrnám a villával. Hát mondom, így igaz. De most gondolja, van 3 szép gyereke, felesége, és maga elhajtsa hazulról. Hol itt az üzlet? Mondom, ide szováltán volt ez a történet, mondom, ide jönnek a családok, akiknek nincs gyerekük, hoznak egy csomó pénzt az orvosoknak, hogy kezeljék őket, nem tudom, hogy valahogy legyen egy kisbaba. Hát magának van 3, és elhagyja hazulról. Hát hol itt az üzlet? Hát láttam, hogy így pragmatistán, tehát hogy amikor az érzelmi szintet úgy kihúzzuk alóla, hanem csak a józan ész jön, hát akkor hamar belássa, hogy ez tényleg rossz üzlet volt. Meg amúgy is gondoltam, egy hónap alatt ő minden tiszta ingét elhasznált odahaza, meg megette a kamrába mindent, ami volt, meg nem tudom, és azért rájött arra, hogy asszony kell a házba, nem tudom miféle, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Hát mondom, hozott-e virágot? Hát azt mondja, kellett volna. Hát mondom, annak idején, mikor udvarolt, vitte virágot? Azt mondja, igen. És mondom, és amikor a virággal annak idején az asszonykához oda ment, mit csinált az asszony? Jó pofa volt, hogy láttam, hogy zavarba jön, körülnéz, hogy valaki hallja, és azt mondja, turbékolt. Hát mondom, ilyenek az asszonyok, ha virágot kapnak, turbékolnak, ha fészi fokával a vállukat kopogtatják, hát erre ő mondta, hogy sikoltoznak. Hát ilyenek, nem olyan komplikált a női lélek. Hogy mondjam, úgy férfiak son megbeszéltük a dolgot, nem tudom miféle, úgy láttam, hogy egyet értünk. Hát mondom, nézze, volt olyan 3000 forintnyi lejnálam, és odaadtam, mondom, menjes, menjen valami virágot, kicsit borotválkozza meg, szedje rendbe magát, valami bombont a gyerekeknek, meglássa, megint fog az turbékolni. Hát, hogy nézett rám, láttam, hogy nem hiszi, hogy az az ő felesége többet életében nem fog turbékolni. Na de, hát elment, én is néztem utána, hogy vajon visszalátom-e még a pénzemet, vagy nem tudom miféle, de na, elment. Egyszerű ember volt, aztán, hát én el kellett utazzak, kollégák felhívtak este, hogy visszajött a férfi. Akkor a felesége meglátta, hát a zsírpapírban 3 kókadozó szegfűvel az ő drága férjét, hát az bizony elolvadt, kibékültek, írtak is egy szép levelet, hazavitte a gyerekeket, és mondtam is a kollégáknak, ugye mindig azt mondják, hogy hol a kereszténységben az üzlet, hogy megéri kereszténynek lenni. Hát mondta én, 3000 forintból hogy neveltem volna 3 gyereket fel, nem? Hát hogy ne lenne jó üzlet? Igen, én hiszem, hogy jó üzlet. Gyerekeknek szoktam mondogatni, hogy Jézus Krisztus mi nem nagy pénteken támad fel? Hát fel tudott volna, hogy gondolom támadni nagy pénteken is. Hát gondolom, kellett neki is 3 nap, hogy egy kicsit lehiggadjon nagy péntek után azt a békát lenyelje, nem? Tehát még mondott volna esetleg olyasmit is nagy pénteken, amit még talán ő is megbántott volna. Na de így vagyunk mi is, tehát hogy kell egyfajta higgadság, nyugodtság ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. És biztos, hogy elgondolkoznak, önök is tudnak rengeteg olyan példát mondani, amikor indulatból valamit mondtak, amit nem kellett volna, amit aztán olyan nehéz visszaszívni. Ugye a fogpasztát kinyomod a tubusból, oda nehezen lehet visszagyömöszölni, nem? Tehát ezért nagyon-nagyon fontos ez a higgadtság, ez a nyugodtság, hogy igen, mérlegez. Jó.
József mit csinál? Hát szerettem Máriát, a baba nem tőlem van. Akkor most mit lehet csinálni? Titokba elbocsájtom. Ez egy emberi bölcs döntés, nem? Nagyon sok ilyen döntés van a mi életünkben is. És biztos, hogy erre is tudok mondani olyan példát, amikor igen, van ennél tovább is. Amikor, hogy mondjam, akár hozzánk ugye jönnek gyerekek, kollégák, jönnek szülők, behozzák a gyerekeket, bajba vannak, problémával küzdenek, kilátástalannak látják az életüket. Leglényegesebb, hogy ilyenkor mindig megnyugtassam őket. Valahogy úgy van, hogy az ember, ha izgatott, feszült, ideges, nem tud jó döntéseket hozni. Ha én azt a gyereket, amelyik az utcáról bejön hozzám, megnyugtatom, akkor neki tud állni akár a szorzótáblának, házi feladatnak, és eredményeket fog elérni. Tehát ezért én azt hiszem, hogy nagy ajándék az ember számára az érzelmei, a félelmek, szorongás, az öröm. Ezek mind nagy ajándékok az indulataink, de ezeket meg kell tudjuk tanulni, kezelni. És ugye Szent József, és mindjárt el is érünk a lelkiismerethez, hát azt írja a Szentírás, hogy meghozza a döntést, titokba elbocsájtom Máriát, de nem vitelezi ki. Nem ír abba a helyben egy SMS-t Máriának, tudod mit? Puszi, le is út, fel is út. Nem csinál ilyen. Hanem azt írja a Szentírás, hogy hát imádkozik, és hát megvárja, jó Isten szóljon hozzá. És a természet fölötti szinten, a lelkiismerete mélyén, hát igen, megérti, hogy ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. És ezen a szinten hozza meg József a döntését. Nem erőst érti, biztos, hogy nem értette, és mégis mer hallgatni Istenre. Azt mondjuk, hogy a lelkiismeret az a fórum, ahol az ég a földdel összeér. Ahol a természet fölötti és a természetes világ találkozik. Egyetlen biztos iránytű, amit az ember komolyan vehet. Nagy világba tanácsot adhat rengeteg. Ha önöknek van egy kiskorú gyermekük, szépen növekszik, sok mindent mondhatnak neki. Hogy szívem, jó lenne, hogyha ide mennél egyetemre, vagy oda mennél. De a legfontosabb az, hogy menj, ülj le, és a fennvalóval, a lelkiismereteddel konzultálj, hogy igen, hova is kellene neked menjél. Mi a te feladatod? Olyan érdekes, hogy gyerekeket nevelek, most a napokban is az egyik fiút felhozták a nevelők, hogy így, meg úgy, meg ezt csinált, meg azt csinált, meg amazt csinált. Ugye gondolom itt is úgy van az iskolában, hogy volt ez a két év pandémia, és megszokták a gyerekek, hogy fél évente csak egy jegyet kell kapni, dolgozatot nem kell írni, online módon vagy bejelentkezek, vagy valami egyebet csinálok. Nagyon megszokták felénk a gyerekek. És most kell menni minden nap iskolába, és felelni is kell, és dolgozatírás, és babánfüle, és lázadoznak, és nem tetszik, és azt mondja, úgyis meg tudom nézni a telefonomban azt, amit kérdez a tanárnő, akkor még kéne megtanuljam. Na és hát egy ilyen kamasz legényt odahoznak hozzám, hogy ő kész, menj, hazas, ide megy, oda megy, mindenfélics. Megöleltem, megpuszíltam, adtam egy A4-es lapot neki. Mondom, menj le a templomba szépen, nyugodj meg, és írj egy levelet nekem. Írj le, hogy mit szeretnél. Az lesz, amit te írsz. És hát ugye ő elment, a kollégám, aki felhozta, hát úgy láttam, hogy nagyon dühös, hogy hát mi legalább összeszíthattam volna. Hát gondolom, hogy azzal semmire nem mentünk volna. Mondom,
gyere, ígyunk meg egy kávét, majd visszajön, megbeszéljük utána. És visszajött, hát egy jó fél óra múlva, és felolvastuk a levelet, és én annál szebben nem tudtam volna neki megfogalmazni, hogy mit kéne ő csináljon ahhoz, hogy jó legyen. És ami engem nagyon meglepett, kiszedte a füléből a fülbevalót, meg pittom, fiú létére az is volt, és hát hogy mondjam, megnyugodott. Miért? Mert a lelki ismeretével találkozott az Istennel, és aki hát végül is nyugodtan, csendesen helyre tette. És nagyon-nagyon fontos lenne ez, hogy ez a belső fórumon tényleg átengedjem a döntéseimet. Jön az egyik este egy lányunk, nálunk nőtt fel, ötödikes korába került hozzánk, aztán leérettségizett, és hát ott maradt nevelőnek, van majd közel 50 olyan kollégám, aki nálunk nőtt fel. Tehát most jövőben lesz 30 éves a Szent Ferenc Alapítvány, és igazából hát olyan 6000 gyereket fogadtunk be, ezeknek nagy része felnőtt, most még olyan 1300 gyerek van bent, és hát olyan 6-os, 8-as csoportokban, szociális családokban vannak elhelyezve egy-egy nevelővel. Most az egyik nevelő, aki valamikor diákunk is volt, olyan 11 után zörget este, hogy zajtó, hogy akar velem beszélgetni. Gondolta, valami nagy baj van. Hát mondom, mi a baj? Szóval megkerült apukám. Hát mondom, nagyszerű. Hát, hogy beszéljük meg. Hát mondom, reggel nem ér rá. Általában úgy szoktam mondogatni, hogy 9 után már Szentlélek se dolgozik. Nem, hogy én, hagyjanak nekem békem. Na de, hát ő ragaszkodott, hogy most. Na jó, van, leültünk, nem tudom miféle. Hát mondom, hogy megkerült apukád. Hát azt mondja, hogy tudta a keresztnevét, meg azt is tudta, hogy Szakács. És ő sejtette, hogy talán Kolozsváron, hát ott élt. És ezeket mind begépelte ugye a keresőbe, kijött vagy 4 férfi név, aztán ki barkobázta, aki túl öreg volt, vagy túl fiatal volt. Egy, amelyik úgy, na, hogy mondjam, elkezdett vele koketálni. Hát egy 22 éves csinos lány, hát gondolom bejött ennél a bácsinál, és aztán végül beírta neki, hogy akkor mi rokonok vagyunk. Hát milyen rokonok lennénk? Hát te vagy az apám. Na, ugye érdemes éjszak, ugye a közösségi médián így, na, szörfözni, és kiderült, hogy szó szerint tényleg így van, mert 22 évvel ezelőtt Kolozsváron volt egy jó sikerült legénybúcsúztató, ami olyan jó sikerült, hogy a jó embernek 2 lánya is született ugyanabban a hónapban, de nem ugyanattól az asszonytól. Na de én ebben már nem mennék bele, ez egy másik, majd a 10 parancsolatot majd egy másik alkalommal fogjuk átelmékedni. Most maradjunk a lelkiismeretnél. És hát ugye kérdezi a lánya, most mit csináljon? Hát mondom, örvend neki. Hát úgy nézett rám, mint hogy a szíven szúrta volna, hogy minek örvendezzen ő. Hát mondom, te gyerekként emlékszel, még misét is mondattál, hogy kerüljön meg neked az apukát, hát most megkerül. Hát de így, hát mondom, hát na, ma ilyen a világ. Hát valakinek a gólya hozza a gyereket, valakinek a Facebook az apukát, hát én most én más világot nem tudok teremteni, hát ilyen az a világ. Hát persze én értettem, hogy hát most úgy felnőni, hogy nem kapsz apától egy szál virágot, egy szent cukorkát. Hát ez elég nagy béka, hogy le kell nyelni. Hogy próbáltam rávenni, hogy hát egy parancsot adott Krisztus, és hogyha most 22 évet elrontottatok az életedből, hát akkor most fel kell keresni azt az embert, le kell vele ülni, ismerd meg legalább, meg ilyeneket mondtam. Aztán felállt, úgy becsapta az ajtót, elment, elviharzott. Na, indulat. Ott van mindenkivel, biztos, hogy jogos is, de vajon vezet az ilyen indulat valahova? Nem tudtunk lemenni, és olyan hamar nem is lehet lemenni. Hát, hogy mondjam, legalább a józan paraszti észig hogy megéri, hogy van nekem egy apám, aki azért, hogy mondjam, esetleg segíthet rajtam.
Hát az önzés is, vagy ez a, hogy mondjam, életre valóság is, az is egy józan emberi gondolkodás. És hát a lány ugye jött a nyári vakáció, kivette a szabadságot, elment, és hát egy hónap múlva megjelent, le volt égve, szája ki volt cserepesedve. Hát mondom, hol voltál? Hát azt mondja, hogy Pécsen, itt Magyarországon, olvasta, hogy hát önkéntes keresnek egy ilyen autista táborba, és eljött segíteni. És hát egész végig azon gondolkozott, amit mondtam, hogy most neki van egy apja, mostanig nem volt és szerette, most van és nem szereti. Hát ez most hol itt a logika? Nem? Hát hogy meg mit tudna csinálni? De azt mondja, végül úgy döntött, hogy gőkorcsolyát kötött, és gyalog jött haza Dévára. Mert azt gondolta, hogy ez olyan nagy hiba volt az apja részéről, hogy valaki, hogy mondjam, elégtételt kell erre adjon. És akkor ő maga gőkorcsolyát kötött, és elindult, és ha két héten keresztül jött, még hazaér Dévára, és azt mondja, most atya, most megnyugodtam annyira, hogy felhívhatjuk apukámat. Én elsírtam magamat. 22 éves lejánka. Felhívtuk, és el is jött az apja utána, nagy dzsippel. Hát kiderült, hogy mondjam, ugye 6 éves volt a kislány, addig még fizette a gyerektartást is, és ugye akkor elment Amerikába egy nagyhajóra dolgozni, mint szakács. Az asszony, hát ugye nem volt a helyzet magaslatán, maradjunk ennyibe, ő beadta a gyereket hozzánk, és akkor mi így alákába a kollégáimmal felneveltük ezt a leánkát. Hát egy tehetős ember, most is dolgozott egy ilyen televíziónál, ilyen showman szakács tudományokat tanítgatott ott a nézőknek. És megismerkedtem, és azt mondja nekem, hogy hát bocsánatot kér. Hát mondom, jó ember, én kéne magától bocsánatot kérjek. Hát azt mondja, miért? Hát mondom, maga el tudja képzelni, hogy akkor harmadikos volt ez a kislány, szép fehér, első áldozó ruhába, hajába, margarettából koszorú, odaállt hozzá, és ott a papbácsi, szép vagyok. Hát egy férfi, egy apának, ezt én nem tudom visszaadni. Vagy meséltem, hogy képzelj el, mikor 16-17 éves volt, élete első bájából hazajött, és aztán másnap mentünk az ebédlő felé, és belém karolt, és beszélgettünk, és egyszer megkérdezte egy Csaba testvér, erről a fiúról mi a véleményed? És akkor ránéztem, mondom, ti a tegnap csókolóztatok, ugye? Jaj, papbácsi! Úgy le volt pirulva, hogy szalonnát lehetett volna sütni a homlokán. Hát, hogy mondjam? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy édesapának, hogyha van, amiért reggel fölkelj, és egész nap dolgozom, akkor ezek azok a pillanatok, amiért megéri, nem? Mondom, ezek a pillanatok most az elémek lettek. De még van egy néhány ilyen pillanat, mikor férhez megy. És a mennyasszony táncát magával eljárhatja. Vagy mikor megajándékoz egy unokával, és maga a kezébe veszi azt a gyermeket, amit nem az öné, és mégis ön által jött a világra, hisz az unokája. Mondta, ezeket a pillanatokat engedje el. És tényleg nagyon szép volt, mert kiengesztelődtek, úgy láttam szívből, aztán hazavitte a nagylányt, elmutatta a feleségének, valahol fel kell vállalni. Na, ide kell a büszkeség, nem máshoz, hogy igen, valahogy felvállaljad azt, amit elkövettél. És eltelt körülbelül egy év, és telefonon hívott, és elmesélte, hogy kórházba került, aztán vesekővel, vagy valami ilyesmivel, megműtötték, és azt mondja nekem, hogy az a lány, akit maga nevelt nekem, az többször meglátogatott, mint a két gyerekem és a feleségem együttvéve. Igen. Van kiegyezés.
nem az indulatok szintjén, ott nincs kiegyezés, hanem egy magasabb szinten. Nem is a józan ész szintjén, hanem az ember, ha elmegy a Jóisten színe elé, akkor ő van orvosságot. Tehát nem csak a választásokkal kell elmenjünk nekünk, a lelkiismeretünk fóruma elé. Ugye a 1970-ben, a vatikáni zsinat után, Nagyszent Terézt kinevezték az egyház misztikus doktorává, az imádkozó egyház tanítójává. Ez azért olyan fontos, mert a 70-es években úgy kimondták Rahner, meg más teológus is, hogy a következő évszázad keresztény vagy imádkozó misztikus keresztény lesz, vagy nem lesz keresztény. Tehát a formák önmagában, meg a szokások, hagyományok nem tudnak megőrizni. Az lenne jó, hogyha mindannyian, és nem csak a választásokkor, hanem tudnánk, hogy mondjam, párbeszédet folytatni a lelkiismeretünkkel. Az ember nem egy lakatlan sziget. Az ember Isten temploma, mindannyian meg vagyunk keresztelve. A Szent Háromság templomai vagytok. És a csendben, nyugalomban, ha leültök, Teremtő Istenünkkel tudtok beszélni. Még a teológia előtt volt, Csíksomlyó, emlékszem, a templomba ültem, és mintha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy Csaba, te hiszed azt, hogy én, aki adtam a füledet, a hallás készségét, hallom, amit te mondasz? És éreztem erre igennel, vagy nemmel kell válaszolni. És én igen mondtam. És akkor jött a következő kérdés, hogy fiam, te, aki kaptad tőlem a beszéd készségét, a nyelvedet, hiszed, hogy én is tudok beszélni veled? És erre is igen mondtam. És emlékszem, akkor az volt, hát akkor beszélgessünk. Ez az imádság, és az ember letérje, és hogy mondjam, átszakad valamilyen gát. És elkezdesz, beszéljük meg a mennyei atyával, kérjek tanácsot. Ugye nagy bőjt van. Mit csinál Jézus? A lélek indítatására elmegy a pusztába, hogy beszélje meg a mennyei atyával a világ megváltásának a nagy buliát, nem? Hát te magad is. Nem kell mindig rádiót hallgatni. Próbálj meg csendbe lenni. Nem valami rendkívüli dolog. Én nem hiszem azt, hogy Isten, hogy mondjam, személyválogató lenne. Mindannyiunkkal akar párbeszédet folytatni. És nagyon-nagyon jó lenne, hogy ha ez a csend, ez a befelé fordulás mindannyiunk életébe elindulna. Hát ugye több ilyen történetet is tudnék mesélni, amikor úgy megtapasztaltam, hogy tényleg Isten szól hozzánk. Ugye választások vannak, Erdélyben is voltak választások, és megválasztottak egy német elnököt, Johannes, német kisebbséghez tartozik. Az erdélyi magyarok úgy megörventek neki abba a helybe, hát felálltak a parlamentbe, hogy buktassák meg a kormányt. Hát most én nem ismerem annyira a politikát, hogy ennek volt-e alapja, vagy nem, de tény az, hogy nem bukott meg a kormány, de berágott. És akkor adott egy csomó büntetést a Székelyföldön mindenkinek, hogy volt, akit azért büntettek meg, mert himnuszt énekelte, volt, akit azért büntettek meg, mert a zászlót kirakta, és elég, na, hogy mondjam, karácsony előtti napokban volt ez. Hát a székely atyafiak, hogy hát, mi az, hogy nem szabad himnuszt énekelni, na, elmentek a prefektusi palotához, ezerrel francia himnuszt, pápa himnuszt, magyar himnuszt, mindenféle himnuszt énekeltek neki. Olyan jó sikerült az énekpróba, hogy másnap a félváros ott volt. Na, ugye, székely ember, ha berzenkedni kell, akkor arra van az igény. Na és hát már 22-e volt decemberben, Tamás Sándor, hát a megye
Palács elnöke felhívott, hogy menjek el, és mondjak valami imát, nyugtassam meg az embereket, mert hát most, hogy mondjam, már harmadik napja éneklik a himnuszt, kivezényelték a belügyes alakulatokat, mindent, és hát, hogy nem, na, hogy ne karácsonyra valami, na, botrány legyen. Hát mondottam, én imádkozni szeretek, hát az olyan nem olyan nagy dolog, hát én el is mentem. Hát ugye délután 6-ra hívtak, mert olyan akkor kezdődött az énekpróba. Hát oda is értem, hát gondolják el, hogy télen 6 órakor korom sötét, ilyen havas eső hullott, nem tudom miféle, az ilyen zimankós, tehát nem volt olyan nagy hó, de ilyen nagyon nyálkás idő volt, és hát ott álltak, vagy 50, vagy nem tudom hány ilyen katona, ugye beöltözve pajzsal, meg mit tudom, kesztyűvel a fejükön is, meg nem tudom, jó fennet, hideg volt, az biztos, de na, neki voltak öltözve, és velük szemben olyan 7-8 ezer atyafi. Na hát a zászlót nem így fogták, hanem így. És torkuk szakadtából énekeltek himnuszokat. És a középen volt, nem egy ilyen nagy, egy ilyen vékony, kicsi mikrofon, és azt mondják, menjek oda, és mondjak imád. Hát elképzelik, hogy nekem milyen imádkozhatnékom lett hirtelen. Hát, hál' Istennek még volt vagy 2-3 himnusz, amit ők el akartak énekelni. Én csendben imádkoztam, Uram, hát valahol vagy egy egérjukat, vagy valami hasonlót, mert hát itt, ha olyan mondok, akkor ezek fognak engem itt kikészíteni, de sehogy se láttam én a jövőmet akkor rózsásnak. És imádkoztam hangosan, de Uram, te mondtad, hogy majd abba az órába eszedbe juttatom, amit mondani kell. Hát én mikor mentem oda, én készültem, volt nekem a fejemben egy elmélkedés, de az nem talált, az nem volt annak ott se helye, se hamma. Na és emlékszem, hogy abban a nagy feszültségben, hogy próbáltam befelé fordulni, csendbe lenni, és hogy szinte hallottam, hogy mondja az Úristen, hogy a lelkiismeretemen keresztül, hogy hát egy parancs van, a szeretet parancs, olyan marha nehéz az megjegyezni. És tényleg úgy éreztem, hogy megvolt a válasz. Kimentem a mikrofonhoz, és elkezdtem, hogy kedves székely atyafiak, az a magyar ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a vele együtt élő románokat, az biztos, hogy nem jó magyar ember, az hosszú távon nem akarja ennek az országnak a javát. De az a román ember, aki nem tudja tisztelni, becsülni a vele együtt élő kisebbségeket, a székelyeket, a magyarokat, a cigányokat, a szászokat, akárkit, az nem jó román ember, az nem jó keresztény, egészen biztos. Mert aki nem szeret, az nem jó keresztény. És nem tudtam tovább mondani, elkezdtek tapsolni az atyafiak. De azt tetszett, hogy nem csak az atyafiak tapsoltak, hanem ők is a pajzsukat úgy kopogtatták, ugye tele volt a kezük mindenféle hasznos dologgal. És akkor elmondtam, hogy én Erdélyben őszinte legyek, nem a románokkal van bajom, mert ott vannak déván a gyerekeink, 30 éve, egy nem jött az iskolából haza azért, hogy megverték őt a románok, sírva, vagy ilyesmi. Nem. Egyetlen ablakunkot nem törték be, tehát nekem nem a románokkal van bajom, a gödrökkel az úton, hogy alig lehet járni. Hogy nincs elpucolva a hó, na azzal igen. Hogy a kórházainkban hideg van, és a betegek betegebbek lesznek, mikor kijönnek, mint ahogy bementek, hogy az iskoláinkból elmentek a tanárok és a diákok is, kiürülnek. Mondta, ezek a nagy problémák. És ha összefogunk, vál a vál mellett együtt, akkor se biztos, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Hogy minden évben csak hitelből döcsög ez az ország. Ez a probléma. És hát akkor megint megtapsoltak, hogy úgy gondolom, hogy tényleg ezek a problémák. Utána ugye mondom, hogy engem azért hívtak ide, hogy mondjak imád, hogy a székely zászló maradjon itten Székelyföldön. Hát mondtam, én ezért nem imádkozok, mert úgyis ott fog maradni Szentgyörgyön, de azért, hogy bent Bukarestben, az országházán legyen egy szép nagy székely zászló, azért most fogok itt imádkozni. Mert ennek az országnak jó az én verejtékes munkám, az adófizető pénzem, hol legyen jó az én himnuszom is, és az én nyelvem is, és az én zászlóm is, és mindenestől, hogy vagyok.
elkezdtük mondani a mi atyánkat. Az a nagy tömeg dübörögte, tehát tényleg szép volt. Most akkor elmondtam románul is, akkor mondtam, hogy Szüzicsem Tátel Nosztrum, mondjuk el mi atyánkot románul is. El is kezdtem, egyedül maradtam. Hát az atyafiak vagy nem tudták a románul, vagy nem állt rá a szájuk, de tény az, hogy én azért mondtam tovább, és a második sornál hallom, hogy kórusom van. A rendőrök mögöttem mondták velem együtt a mi atyánkot. Hát elcsuklott a hangom, arra gondoltam, hogy ha valaki nekem mondta volna azt, hogy Csaba testvér, eljön az az idő, amikor esetleg egy ilyen nehéz helyzetben a román rendőrökkel együtt fogsz imádkozni, hogy már Bukarestben valahol az országházán legyen egy szinkély zászló, nem hittem volna. Nagy az én hitem. Ha hiszik, ha nem, bementünk a... Vége lett ugye az imának, az emberek elszélettek, bementünk a polgármester irodába, hát mondtam a polgármester úrnak, hogy hát én soha nem szoktam kérni egy pohár pálinkát, de most a kettőt tőt, az se volt. És hát egy poharazgattunk, beszélgettünk, szólt a telefon, és ha hiszik, ha nem, Bukarestből fölhívták, és elmondták, hogy leváltották három Székely megyének a román prefektusát, és újat neveztek ki. És másnap már nem gyűltek össze az emberek tüntetni, visszavonták ezeket a himnuszos pereket, azóta se hiszem, nem hallottam arról, hogy valakit ezért regzaktálták volna, hogy milyen himnuszt énekel, hol, s mint. A zászló az még várat magára, de most már elég készítettem egy vider szentelt vizet, hogyha ne talán sor kerül rajról, hát legyen jó megszentelve. Miért mondtam ezt a történetet el? Mert egy ilyen helyzetben dönthetsz, hogy mondjam, indulatból, ami nem vezet sehova. Mert esetleg a másikban egészen más jellegű indulat van. És akkor nincs megoldás. El is kezdhetsz sunyogni a magad esze szerint ott, hogy valamit mondjál, és mégsem mondjál. De a legfontosabb az, hogy menjél be a szentélybe, a lelked szentélybe, és próbálj meg Istentől tanácsot kérni. És szóljon hozzá. A lelkiismereted által mutasson neked utat. És én azt gondolom, hogy ha ezt megteszed onnan bentről, buta gondolatok nem fognak jönni. Jó döntéseket fogsz tudni hozni. És igazából életünk a döntéseken múlik. Jó döntésekből élet fakad. Ugye tény az, hogy most a világban, Ukrajnában is nagy péntek van. Ez, ami ott történik, a háború, ez nagy péntek. Ez fájdalmas dolog. És az is biztos, hogy az igazságot, a békét, a szabadságot meg lehet ölni. El lehet pusztítani. De hinnünk kell nekünk keresztényeknek, hogy a szeretet, az igazság feltámad, mert az maga az Isten. Tehát én hiszem azt, hogy fog húsvét hajnala támadni Ukrajnára is, Kárpát, Oroszországra is, és a nagyvilágra is. Ez a húsvétbe, ebben a föltámadásban, az újrakezdésbe vetett hit, ott kell éljen bennünk. És ha elgondoljuk, Jézus szívét a vaslándzsa átdöfte, de előtte átdöfte az emberek haragja, gyűlölete, erőszakja. És milyen szép, hogy Jézus föltámad, szíve újból elkezd dobogni, és talán még szebb az, hogy elkezd szeretni. Tehát nem bosszúért liheg, húsvét hajnalán nem, hogy mondjam, na gyertek, rúgjuk szét Herodes kégliét, nem forradalmat szit, hanem mit csinál? Mária Magdolna, kicsi szívem, menj, szólj a többieknek, találkozunk a Galilei tenger partján. És amikor ezek kimennek, egész éjjel halásznak,
Jézus átdöfött kézzel, rőzsét gyűjt, tüzet rak, halat süt, és akkor kérnek a partra azt, hogy gyertek, melegedjetek meg. Reggelizzetek. Tehát nem a háta mögül elévesz egy kakast, hogy Péter fiam, ez milyen állat. Most egy éjszaka hányszó kukorékol, nem? Vagy gyere, beszéljük meg egyáltalán, ismersz-e te engem, vagy nem? Hát mondhatta volna, igaz-e? Igaza is lett volna. Szegény Péter mit mondhatott volna erre? Mester, Károly, megszülettem, bocs, többet nem fordul elé. És elment volna, és Jézus ott maradt volna egyedül a fene nagy igazával, nem? Kezdette volna karácsonyt előről, igaz? Tehát milyen szép, hogy ki tudott engesztelődni, ki tudott békülni. Na, ez jelenti hát az Istennel való párbeszéd. És adná az Úr, hogy tényleg ezt mi is tapasztaljuk meg. És lehetséges az esetleg népek szintjén. Tudják, olyan érdekes, hogy én az idén március 15-én elmentem világosra. Néhány gyerekkel, kollégával. Tudják, 1849. augusztus 13-án ott tették le a fegyvert. És hogy elgondolkoztam, hogy hát ottan, ugye Temesváron 11-én volt egy vesztett csatájuk a honvédeknek, de közel 15 ezer honvéd ott állt még a tábornokok mellett. Tehát nem elszaladt a sereg. És gondolom, hogy nagyon komoly vita lehetett előtte való éjszaka. Mit csináljanak? Küldjék a fiúkat. Hát egy olyan csatába, amit nehéz megnyerni, vagy nem lehet megnyerni, végül is az ojtuzi szorostól folyamatosan, ugye Nyergestetőn, Segesváron, több csata is volt, amire elértek ők világosig. És mindenkit elvesztették. Én nagyon-nagyon tisztelem a vértanú tábornokainkat, mert nem azt mondták, hogy a legénység menjen csatába, sőt, majd valamerre elbújdostak, hanem mint férfiak odaálltak az ellenség elé, és azt mondták, a katonákat engedjétek el, itt vagyunk mi, ítélkezzetek. És tudjuk a szörnyű dolgot, hogy október 6-án kivégzik őket. Ezek férfiak, akikre büszkék lehetünk, és akiket minden évben tényleg méltó, hogy megünnepeljük. Mert nem feldulladták a városainkat, nem szétverették a családokat, leölették a fiatalokat, hanem a problémát megoldottak. Én biztos, hogy végtelen szomorú lehetett, hogy mondjam, 49. augusztus 13-án utáni napok császári seregek triumfálva felvonulnak városainkba. Hogy mondjam, fiatalokat ugye azért várbörtönbe viszik, sokat. És húsvét hajnala. 1853-ban nem tudom pontosan ki lehetett a szervezője, de az akkori esztergomi hercegprímás vezetésével elindul egy zarándokcsoport Máriacellbe. Ugye itt van Budapest, Bécs és Máriacell. Tehát jó mélyen benn van Ausztriában. Korabeli újságok szerint közel 20 ezer zarándok. Zászlókkal, mezitláb, rózsafűzérrel, imádkozva. Mennek Ausztria nagyasszonyához, hisz az osztrák nép is keresztény, ők is tisztelik, becsülik a boldogságos szűzanyát. Hát ugye Ferenc József az elején meglepődött, gondolom, és ki is rendelte belügyes alakulatait, de azt írja a korabeli sajtó, hogy mindenütt, ahol az zarándokok keresztül mentek, az osztrák nép virággal, gyümölcsel, szeretettel fogadta őket.
népünnepé lett az egész, és tényleg Mária Celve ott az osztrák főpapok, magyar főpapokkal együtt közösen tudta, hogy mondjam, imádkozni, Isten áldását kérni az áldott békére. És elindult, ugye Ferenc József leváltotta a belügyminiszterét, elengedte a várbörtönből a fiúkat, és elindult egy párbeszéd. És tudjuk jól, hogy ez a kiegyezés, kiengesztelődés olyan jó sikerült, hogyha körbenézünk egész Kárpát-medencébe, az összes emblematikus épület abba a korba épült, nem? Útak, vasútak, hídak, közintézmények. Tehát megszületett a modern Magyarország. Miért? Mert húsvét hajnala virat, hagy nagypéntekre. Nemrég voltam lent Szabadkán, a városházában, nem tudom, aki járt, ott egy csodaszép városháza van, és hát a díszteremnek a két fő ablakán, tehát több ablak is van, de ilyen vitrál, ilyen színes ablak, egyiken Ferenc József van, másikon Kossuth Lajos. Igen. Tehát ezért mondom azt, hogy nem kell, a gonosz lélek szeretné, hogyha elhiggyük, hogy itt a világ vége, hogy nincs tovább. Bízzunk a Teremtő Istenünkbe. Bízzunk abba, hogy minden ember lelkismeretén keresztül az Isten vezet bennünket, és kollektívisen vezet bennünket. A gonosz lélek azt szeretné, hogy valahogy ő meg van győződve, hogy menjen egy pancser, hogy ezt a világot, amikor teremtette, akkor meglökte, vagy talán spicces is volt a mennyei atya, hogy ez úgyis össze fog dőlni. És nagyon sokszor azt látom, hogy mi is, hát mintha a világ végét várnánk. Hogy most volt pandémia, Istenem, most háború, most mi jön erre szegénység. Valószínű ez fog lenni. De mi nem a világ végét várjuk. Tehát amikor a mi atyánkot mondjuk, akkor nem azt mondjuk, hogy mennyei atyám, aztán amikor összedől ez a világ, ne fájjon nagyon. Hanem mit mondunk? Hogy jöjjön el a te országod. Tehát mi Isten országának a kibontakozását várjuk, és nem a világ pusztulását. Biztos, hogy voltak eddig is nehézségek, bajok is, mint a gyerek az iskolában kap rossz jegyet is, jót is, fájdalmas. De ne féljünk, ne szorongjunk, merjünk leülni Teremtő Istenünkhöz, és kérdezzük, hogyan tovább. Ne engedjük el a gyeplőt. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség a szívünkbe fészket verjen. Mit jelent az, hogy hinni? A nehézségek ellenére is. Elmondok egy történetet, még nem tudom, hogy azért. Mutassad, hogyha lejárt az időnk. Hát jött egy koldus, egy egyszerű roma származású férfi, és hogy adjak valamit, adtam, és ugye kezét, ahogy kinyújtotta, láttam a csuklója fölött egy nagyon csúfs hegget, sepelyet. Hát mondta, ez honnan van? Azt mondja, atya, ha hiszi, hanem kezemet levágta a körfűrész. Fát vágtunk, és levágta. És mondta, most te mit csináltál? Azt mondja, felvettem, és elszaladtam az orvoshoz. Hát ez egy fogaras városa mellett egy kis faluba történt. Szegény orvos, mikor meglátta, hogy az egyszerre két kézzel integet, hát hogy mondjam, na, falusi orvos, hát mondta, hogy ez nem tudja visszastoppolni, szóval ez meghaladja őt. De hát az ember olyan cirkuszt csinált, hogy végül zacskóba rakták jéggel a kezét, és elvitték be vásárhelyre, a kórházba, hogy hát ott, na. És az orvos, a professzor, amikor kijött, hát ugye ez egyszerű ember, nincs betegbiztosítása, semmi, nem tudom miféle. Hát mondták, hogy nincs esélye, tehát hiába végzik el a műtétet, legfeljebb 1% esélye van, hogy az a kéz megmarad. Na de hát ez matematikából nem volt egy olyan lángész, de hallotta 1% egy kéz, az bőven elég neki, hol a tűs a célra, essünk neki.
És ha iszik, hanem elvégezték a műtétet, kicsit olyan furcsán állt a keze, de én kezet fogtam ezzel az emberrel, megszorította a kezemet, és lehajultam, ennek a koldusnak a kezét megcsókoltam. Hát arra gondoltam, hogy vajon bennem lett volna ennyi hit? Azt mondja az orvos, hogy nem lehet. Ez az ember leborult ott a kórházba, a földre, elkezdett sírni, imádkozni, kárinkodni, ami a csövön kifújt, eresztette, és végül is megmentették a kezét. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy valahogy ez az erős hit kellene bennünk meglegyen, hogy Isten szeret minket. Nem hiába teremtette erre a földre. És nem csak külön-külön, hanem együtt is. Hát ugye, ha önök ilyenkor tavasszal elültetnek egy gyümölcsfát a kertjükbe, mit akarnak? Hát az, hogy ez ilyen, mit tudom, beteg sorvat, sanyavat, kóró legyen? Nem. Azt szeretnék, hogy kemény gyökere, erős törzse, hatalmas ágai, roskadási tele legyenek gyümölcsel. Ezért ültetünk gyümölcsfát, nem? Hát a jó Isten, amikor megteremtett bennünket, amikor megteremtette a drága magyar népet, akkor vajon mit akar? Hát az, hogy nagyra nőjünk, hogy erősek legyünk, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy roskadásig tele legyünk gyümölcsökkel, nem igaz? És a jó Isten ezt nem csak akarja, hanem ebbe segíteni akar, jelen akar lenni velünk. Olyan sokszor megtapasztaltam, hogy most valaki nekem 30 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy Csaba testvér, majd befogasztál 6000 gyereket, és felnevelsz. Hát, hogy mondjam, na, az elmeorvos után kiáltottam volna, vigyék ezt az illetőt el. Mert egyáltalán olyan szegénység volt 30 évvel ezelőtt. Tehát a plébánián alig volt, amit enni. És akkor, hát még gyereket fogadni oda be, nem egyet, nem kettőt, hanem olyan is volt, hogy egy nap fogadtunk 20-at be. Tehát, hogy mondjam, a gólya menetrend szerint jött hozzánk. De ugye az volt, hogy Romániában államcsőd volt 90-es években, ugye egyszerűen nem forradalom volt, hanem összedőlt a rendszer, és akkor ugye kiderült, hogy a használt nyugati autó jobb, mint a vadonatúj Dacia, akkor mindenki ment külföldről hozzá használt autót. Hát nem kellett senkinek már román termék, ha nem kellett, akkor nem kellett a vasérc se, nem kellett a szén se, bezártak a bányák, minden. Aki tehette, az elment külföldre, több mint 4 millió román állampolgár ment el, és csomó olyan egyszerű ember, aki, hát hogy mondjam, kapott sok pénzt, mert például a bányát bezárták, kiadták 21 hónapra a fizetést. Hát a kocsmák úgy tele voltak, mint a csuda, a gyerekek meg az utcára kerültek. Tehát valahol egyfelől meg lehet magyarázni. Na és akkor, hát befogadtuk. És nagyon sokszor volt úgy, hogy hát volt este, mit tegyünk, de másnap mit fogunk enni, azt nem tudtam. És akkor az ember házában ott van 350 gyerek, azért ezért, hogy mondjam, na, el kell gondolkozzon. Mondjak egy konkrét történetet el, hogy Isten segít. Mondták a kollégák, jött a karácsony, hogy gyerekek, annyi laskát ettek nálunk, a száraz tésztát mondjuk laskának, hogy már fülük is abból van, meg sem merik húzni. Hát, hogy kéne egy kicsi hús. Hát én is ugyanannál az asztalnál lettem, egyet értettem velük, hogy tényleg ez jó a hús, na főleg ünnepekre. Na mondtam, menjünk shoppingolni. Na hát, ugye összeszedtem ott a plébánián, ami pénz volt, a kassa persejbe is olyan apró pénzek, összegyűjtöttem, volt egy ilyen jó kis pungám, zacskóm, ugye mondják, Erdélyben, 4 kolléganővel elmentem vásárolni, na most képzeljék el. Én naív, tehát a cölibátusnak azért van, de gondolom, hát még egyel is veszélyes elmenni állítólag, de
bementünk az üzletbe, hát amit megláttak, ők mind meg akarták venni, ezt a töpörtyüt, meg szalonnát, meg kolbászt, meg sonkát. Hát úgy nőtt az asztalon, ugye a pulton ott a halom. Hát én már pár szó mondtam, hagyjuk ezt abba, mert a büdzsé nem bírja. Na de hát még ezt azért ne hagyjuk itten, na jó van. És akkor ugye, mikor jött a kisasszony, és éppen összeszámolta, lett egy ilyen hosszú fehér kígyó, hogy mondjam, és akkor félreálltak, és akkor hagyták, hogy én a teremtés koronája, a férfi, hát bontakozzak ki. Hát én oda is mentem az acskómmal, és kiborítottam, hogy a pultra szétfolyt, az sok szétgurultak az apró fémpénzek, meg nem tudom miféle. Hát gondoltam, hát amennyi lesz, annyi lesz, többit itt hagyjuk, hát most mit lehet csinálni. Egyébként ennyi van. És akkor kezdtük ilyen tízes kupacokba összerakni a pénzt, és hajszik, hanem összeszámolták, 25 bani maradt pluszba. Hát ugye nálunk ugye nem fillér a maradék pénz, hanem a bani. Mondta nagy, de tegye el ezt borra valóan. Emlékszem, hazamentem, és bementem a templomba, és letérjeltem, és mondtam, uram, azt tudtam, hogy jó vagy, rád lehet számítani, de egy matematikában ilyen exakt legyél. Hát én ezt álmomban ki nem gondoltam volna róla. Igen, testvéreim, az idő eltelt. A lényeg az, hogy nem vagyunk árvák. Él az Isten, és nem valahol messze. Nem kell tengereken átkelni, nem kell hegyeken átmászni, Istennel találkozzál. Hazamész ma este is szépen, csendben, leótod a villanyt, befelé fordulsz, és nyugodtan mondhatod, itt vagyok, Uram, szólj, ne hallja te szolgád, bízzál benned. Isten nem azért jött közénk, hogy elítéljen bennünket. Tudja jól, egy marék porból teremtett. Még az is csoda, hogy két lábon tudunk járni. Nem, nincs olyan nagy elvárásai velünk szemben. Olyan szép, ugye, hisszük, hogy ugye, olyan szépen mondja Jézus Krisztus, hogy ne féljetek, atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, elmegyek, helyet készítek, és elviszlek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Szó szerint idéztem az Új Szövetséget. Bízzunk az Istenben, szeret bennünket, vezet bennünket, és hogyha minél többen hallgatunk az ő szavára, akkor szebb lesz a világ. A kollégáknak sokszor mondtam, hogy ha valakinek kialszik a gyertyája, akkor nem az a megoldás, hogy magamét én is kifújom. Hát olyan letértő a szeretet útjáról, hogyha haragszik, hogyha duzzog, hogyha rossz kedvű, merjem oda dugni azt a kis gyertyámat, és lángot adni neki. Az ő gyertyájának a fényében még az én arcom is szebben fog ragyogni. Bízzunk egymásba. Minden ember Isten gyermeke. Csak a mesében vannak, ugye, hogy mit tudom, az amerikaiak azt hiszem kicsit sok ilyen zombis filmet néztek, hogy mondjam, egyik ilyen ember, másik olyan. Mindegy formák vagyunk. És mindannyian Isten hordozók vagyunk. Bízzunk egymásba. Olyan sokszor megtapasztaltam a román hatóságokkal is. Az ember, hogyha emberként közeledik hozzájuk, kedvesen rájuk mosolyog, megkérdezi, hogy van a családja, felesége, gyermekei, ugyanolyan emberek, mint mi. Hát én tudom azt, hogy 92-ben hát olyan is volt, hogy tényleg rendőröket küldték rám, meg minden. Hát gondoljuk el, hogy Déván 8% alatt van a magyarság. 95 más. És akkor csinál egy valaki egy magyar árvaházat, nem? Ott van 350 gyerek, és magyarul beszélgetnek, magyar óvodába, magyar iskolába járnak. Hát ide nem kell nagyon tupírozott legyen egy nacionalista, hogy ennek neki menjen. Hát így indultunk. Így hosszú éveken keresztül, tehát bármire fel voltunk készülve. De csináltuk a magunkét. És eljutottunk odáig,
hogy abban, mit tudom, a főtanfelügyelőségen, ahol hát azt mondták, hogy bezáratnak, meg mindenféli, hát ott egy akkora plesdi díjat kaptam, hogy csuda, a városba kineveztek díszpolgárá, és jóba vagyunk. Hál' Istennek! Fegyver nélkül, minden nélkül merek járni, és tényleg most a pandémia alatt a románok tudták, hogy nem kapunk mi külföldről támogatást, mert nem lehetett járkálni, meg mindent. Annyi mindent odahordtak, hogy nem éreztük a hiányát. Ruhát is, élelmet is, mindent. Igen. Tehát én azt akarom mondani ezzel, hogy bíznunk kell egymásba. Tehát én meg vagyok győződve, hogy az aranykor az nem valahol mögöttünk van, hanem előttünk van. Isten országa előttünk van. És mi azt fel fogjuk tudni építeni. Bízzunk egymásba. Hát, hogy nem tudom, még egy történet belefér-e. De mondják, hogyha ásítozzanak, és akkor én abból értek. Hát ugye a kezdetén sehogy se tudtam zöldágra vergődni a hatósággal. Hát ez embernek Isten egy parancsot adott, a szeretet parancsát. Hogy lehet hát a román hatóságot jobb belátásra bírni? Na, volt egy polgármester nálunk, Mircsiának hívták, egy nagyon fiatal, ambiciós, ilyen, hogy mondjam, életre való 7 méteres óriás, és hát többször odaküldte hozzánk a rendőröket, jöttek, hogy vigyem el a gyerekeket. Hát mondom, maguknak autójuk van, maguk el tudják vinni. Hát ezek elviszik az állomásra, holnap visszajönnek. Hogy mondjam, hát mit csináljunk? Na jó, üljünk, legyünk meg egy pohár bort, és minden, csak akkor így, hát ez nem korrupció, azt hiszem. Na, abban lehet munkaidőben itták a bor, de mi se bort ittak, ugye? Na mindegy, de sehogy se tudtunk zöldágra vergődni. Na, azt mondom, gyerekek, polgármesternek névnapja van. Köszöntsük fel. Virág, minden. Elmentünk, és mondtam, gyerekek, ő a város polgármestere. Tátá orásolói, a város atya, árvák gyámola, özvegyek vígasztalója. Hát, ami szép eszembe, azt hiszem, mind elmondtam róla. Mondtam, én is rászavaztam, ő a város legjobb embere. Most névnapja van, köszöntsük fel. A gyerekek olyan örömmel nézték a nagy embert, nagy jó embert, énekeltek, minden. Hát az ének szóra a szomszéd termekből jöttek valami lányok, hoztak süteményt be, ugye, hogy ők nem tudták, hogy mi kik vagyunk, hogy mondjam, na, és akkor, hát mi köszöntük persze azt a hűsítőt, meg mindent, ott egy nagy filodendra volt, beültünk alája a földre, elfogyasztottuk, nem tudom, szegény polgármester egyik lábáról állt a másikra, hogy itt van a halálos ellenség, és itt most a jópofizik, hát most mit lehet vele csinálni? Na, és akkor amikor vége lett, mondtam, látjátok, gyerekek, nem kell férni tőle. A gyerekek nem is féltek, én annál jobban. Milyen jó ember, megint elmondtam, ő az város atya, árvág gyámola, feldicsértem. És mondtam, és látjátok, milyen szép nagy irodája van. Ha nem lesz, ahol lakjunk, eljövünk ide. Hát hova menjenek az árvág, mint a város atyához, hát nem? Hát ő is úgy mosolygott, de hogy mondjam. És elmentünk, és másnap, ami ellenőr volt a városban, azt mind a nyakunkra küldte, de azért, hogy oldják meg a problémákat. Úgy működtünk mi közel 10 évig Déván, hogy nem volt semmi engedélyünk. Se a kölyálltól, se a tűzoltóságtól, se a babánfülétől, senkitől. Tehát hogy mondjam, tehát illegalitásban volt egy árvaház. Közel 300 gyerekkel, nem? Na, és Istennek legyen hála, aztán most már annyi engedélyünk van, hogy ezt a tornatermet ki tudnánk körbe tapétázni, és ez csak azért azt gondolom, mert a lelkiismeretemre hallgattam, mert Isten szavát próbáltuk megvalósítani. És én hiszem azt, hogy mindannyiunkat Isten akar vezetni. És nem csak ebben a választásokban, hanem életük minden napján.
Hát nem tudom, sikerült-e meggyőzzem, hogy a lelkiismeretünkkel jóba legyünk. Na hát, akit meggyőztem, ugye választásra készülünk, az álljon fel, a többi maradjon ülve. Felállok ide, hogy jobban lássam magukat. Na hát, ez egy kampánybeszéd volt, mindenki felállt. Akkor csendesedjünk el, és mostanig az imáról beszéltünk, csak imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, szívem minden szeretetével szeretném áldásodat kérni erre a gyönyörű közösségre, Kárpát-medencénkre, az előttünk álló választásra, add, hogy akaratod szerinti komoly állam férfiak és nők vezessék ezt az országot hitben, reményben, szeretetben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kedves nézőink, a köztérben Böjte Csabát, ferences rendi szerzetest hallgathatták meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!